Jó napot kívánok! Szilágyi Andrá vagyok, ahogy a kollega is elmondta már, és a Google Dublin irodájából érkeztem, és egy bevezető előadást fogok az AdWords-ről elmondani, hogy hogyan érdemes felépíteni egy kampányt, és hogy hogyan is működik ez a rendszer. Egy körülbelül bő fél órát fogok beszélni, és először egy kicsit ilyen általánosabban az internetezési szokásokról itt Magyarországon, majd az AdWords-nek a felépítéséről és a működéséről, illetve arról mesélek majd, hogy ha már létrehoztuk az AdWords kampányt, akkor milyen segítséget tud még a Google nyújtani önöknek ezután. Nem tudom, hogy várjunk-e még esetleg, vagy szerintem akkor bele is kezdenék. Ugye a internet az most már abszolút elterjedt mindenféle keresési tevékenységre, és ez a grafikon is mutatja, hogy a legtöbb ember most már napi szinten nagyon sok időt tölt különböző információgyűjtéssel, és az egy kicsit régebbi tanulmány, ez egy tavalyi kimutatás, viszont ebből is látszik, hogy már napi rendszerességgel milyen sok tevékenység online történik, ugye ez azóta még csak fokozódott. Most pedig, ami nagyon fontos, hogy az internetezésre alkalmas okos telefonok és a táblagépek terjedésével ez még jobban fokozódik, hiszen most már ugye nem csak otthon vagy egy irodában tudjuk ezt az internetezést elvégezni, hanem bárhol és bármikor. És egy nem régi tanulmány, egy pár hónapos tanulmány eredményeként tudjuk, hogy most már minden harmadik internet felhasználónak van ilyen eszköze, és körülbelül még 28% tervezi azt, hogy beszerez ilyen eszközt, tehát hogy ez is azt mutatja, ugye, hogy mennyire terjed az internet felhasználás. Akkor most áttérnék magára az AdWords-re, hogy lássuk, hogy hogyan is működik, és hogyan tudjuk felépíteni. Először egy gyors áttekintést adnék arról, hogy maga a Google-on milyen szereplők vannak, ugye itt most ebből a szempontból, az online hirdetések szempontjából, és kinek mi a célja és a felhasználási területe. Nem tudom, hogy pénteken esetleg valaki használta a Google keresőt, ugye ezek a kis figurák pont péntekről származnak, amikor az Arany János 195. születésnapja lett volna. Direkt raktam be ezt, mert nekem mondjuk nagyon tetszett. Ugye általában csak a sima Google felirat van egyébként. Kezdjük akkor ugye a felhasználókkal. Ugye a felhasználónak az a célja, amikor a Google keresőbe belép, hogy amit beír keresési kifejezést, azt arra mindenképpen olyan eredményt vagy találatot kapjon, ami az ő szempontjából releváns, áttekinthető legyen, és ez az egész gyorsan történjen. Vannak ugye a hirdetők, ezek például önök, akiknek ugye az a célja, hogy minél inkább könnyen és alacsonyabb költségek mellett megtalálják a célcsoportot, és ehhez pedig ugye harmadik szereplőként itt a Google, aki pedig a keresési kifejezések és a hirdetők céljait összehangolva úgy jeleníti meg ezeket a hirdetéseket, hogy mind a felhasználó jól járjon, tehát hogy tényleg olyan hirdetéseket találjon, ami neki kedvez és neki érdekes. A hirdetőket pedig arra ösztönözze, hogy minél jobb minőségű és relevánsabb hirdetéseket hozzanak létre, hogy azzal ugye előrébb tudnak kerülni, és minél több megjelenésük lehessen. Erről egyébként később bővebben fogok beszélni, hogyha esetleg most nem volt annyira egyértelmű. Nézzük most meg, hogyha valaki a google.hu oldalon beír egy keresési kifejezést, akkor az mit is jelent. Ugye itt látszik, hogy a kis fenti kereső ablakban, most például azt írtam be, hogy akciós hajóutak, ugye a piros keretben található eredmények, azok a természetes találati eredmények, ezekkel most mi nem foglalkozunk. Amivel mi foglalkozunk, az a piros keret feletti és jobb oldalon lévő eredmények, ezek az AdWords hirdetések. Később majd még ezt is kifejtem, hogy mikor, hol és hogyan jelennek meg a hirdetések, de csak hogy mindenki akkor lássa, hogy ezekről beszélünk. Az AdWords-nek az előnyeit
felsorolnám. Ugye ingyenes megjelenés, ez azért nagyon fontos, mert mindaddig nem fizetünk a megjelenésért, amíg valaki érdeklődő rá nem kattintott erre a hirdetésre. Ugye csak az eredményért fizetünk, hogy az eredménynek az számít, hogyha egy érdeklődő rá kattint a hirdetésre, és hogyha nem, akkor ugye nyilván azt jelenti, hogy őt mégsem érdekelte, ezért akkor nekünk nem is kell fizetnünk. A megfelelő célzásnak köszönhetően, amit nagyon egyszerűen és értelemszerűen be lehet állítani a fiókban, tényleg csak azokat az érdeklődőket érjük el, akiket valóban el akarunk érni, és így releváns lesz a hirdetésünk. Részletes statisztikákat tudunk követni. Itt összehasonlítanám például a nyomtatott sajtóval, ahol ugye körülbelül csak becsléseket tudunk látni, hogy vajon elérte a célközönséget, hányan olvasták el valóban ezt a hirdetést, és hogy mi történt a hirdetésünkkel. Itt azonban az AdWords fiókon belül olyan pontosan követhetők ezek a kattintási adatok, a különböző eredmények, hogy ezek teljesen megbízhatóak, és ezek alapján később tovább tudjuk finomítani a kampányainkat, és ennek köszönhetően a költségeinket is tovább tudjuk csökkenteni. A hirdetésnek a létrehozása nagyon gyors és egyszerű. Ezt néhány olyukkal már meg is tudtok nézni kint, ugye a AdWords keltetőkben hoztunk létre hirdetéseket. Ez azért is jó, mert nem csak a létrehozás gyors, de hogyha valami változtatást kell eszközölni a hirdetésen, akkor az is nagyon gyorsan és egyszerűen történik. Ugye ez is például a nyomtatott sajtóval szemben egy elég nagy előny. Amit már korábban is említettem, hogy nagyon pontosan lehet célozni, ezt mind a helyjel, tehát földrajzi szempontból, az idő szempontjából be tudjuk állítani, hogy ha mondjuk egy bizonyos napszakban szeretnénk csak hirdetni, akkor csak akkor jelenjen meg a hirdetésünk, illetve a nyelvi célzást is be tudjuk állítani, hogyha például mondjuk csak német nyelvű olvasóknak szeretnénk megjelenni, akkor azt is meg tudjuk határozni. Ami nagyon fontos előny még, hogy innen Magyarországról létrehozva egy ilyen online kampányt, igazából a világ bármely pontján meg tudunk jelenni, itt is csak a pontos célzásnak a meghatározása szükséges. Egy kicsit tekintsük át most a hirdetéseknek az anatómiáját. Ugye az legelső feladatunk a kampány létrehozásakor, hogy határozzuk meg, hogy mi a célunk. Legelső sorban az, hogy kit szeretnénk elérni, ki a célközönségünk, és mit szeretnénk nekik kínálni, milyen szolgáltatást vagy terméket. Hogyha ez megtörtént, akkor kiválasztjuk a kulcsszavainkat, amik ugye azért fontosak, mert ezeket fogja a rendszer hozzávetni a keresési kifejezésekhez a google.hu-n például, és ezért nagyon fontos, hogy ezek a kulcsszavak relevánsak legyenek, és nagyon kapcsolódjanak ahhoz a szolgáltatáshoz vagy termékhez, amit kínálunk. A kulcsszavak kiválasztása után elkészíthetjük a hirdetéseinket. Erről később fogok majd kicsit bővebben beszélni, hogy a kulcsszavak tehát a kulcsszólista alapján, illetve a honlap struktúrájának megfelelően hogyan érdemes ezeket a hirdetéseket megírni. Azonban általánosságban érvényes, hogy a hirdetésnek a szövege, az mivel elég rövid sajnos, ezért nagyon fontos, hogy lényegre törő legyen, figyelemfelkeltő, és tényleg tudja az a vásárló, hogy ez neki való. Hogyha elkészült a hirdetés, akkor utána sincs még vége a feladatunknak, mert ezután a kampányban tovább figyelhetjük a teljesítményt, és a különböző statisztikák alapján tudjuk majd utána finomítani és alakítani a teljesítményt. Egy kicsit általánosságban megmutatnám, hogy így néz ki maga a kampánynak a felépítése. Tehát ha létrehoztunk egy AdWords fiókot, akkor először egy kampányt hozunk létre, amelyben utána különböző hirdetéscsoportokat hozunk létre. Mindegyik hirdetéscsoporthoz több hirdetésszöveget írhatunk,
és ezekhez a hirdetésekhez pedig így tematikusan tudunk kulcsszavakat adni. Ez egy kicsit általános volt, úgyhogy nézzünk meg egy konkrétabb példát. Mondjuk, ha egy olyan webáruházam van, ami autógumikkal foglalkozik, akkor a honlapom szerkezetének megfelelően létrehozok először egy általános autógumik kampányt, amiben időjárás szerinti és típus szerinti hirdetéscsoportot fogok létrehozni. Mivel ugye külön foglalkozom nyári gumikkal és téli gumikkal, és ezeknek ugye teljesen eltérő a szezonalitása, ezért érdemes egy nyári gumikampányt és egy téli gumikampányt is létrehozni. Ezeken belül pedig ugye szintén egy márka és partner alapján hirdetéscsoportokat tudok létrehozni. Ez az átlátható kampányszerkezet azért nagyon fontos, mert ugye egy külön sokkal jobban tudom befolyásolni, illetve meghatározni, hogy mire mennyit szeretnék költeni. Például, hogyha most ugye március van, most inkább a nyári guminak van szezonja, akkor inkább a nyári gumik kampánynak tudok esetleg egy nagyobb költségkeretet megadni, míg a téli gumik kampányt akár szüneteltetni is tudom, hiszen most nem elsősorban az az a termék, amit el tudok adni. De ha gondolom, akkor azt is futtathatom, csak éppen egy alacsonyabb költségkerettel. Az általános autógumik kampány az pedig folyamatosan futhat, hiszen lehet, hogy valakinek konkrétan valamilyen olyan keresése van, amivel ezt tudom kielégíteni. Mutatnék egy pár gyakori kampányszerkezetet, ami sikeres szokott lenni. Nagyon sokan termékkategóriák szerint hoznak létre kampányokat. Erre egy olyan példát tudnék mondani, hogy ha van egy olyan webáruház, akik mondjuk virágokkal és háztartási cikkekkel is kereskednek, akkor nekik mindenképpen javasolt külön kampányt felépíteni a virágfajtákra és külön a háztartási cikkekre, ugyanis ezeken belül akkor tudják a virágfajtákat külön hirdetéscsoportokba szervezni, és a háztartási cikkeket is, és például most ugye nőnap előtt állunk, ezekben a napokban nekik érdemes mondjuk a virágfajták kampányt egy kicsit jobban aktiválni, jobban szponzorálni, tehát több költségkeretet adni hozzá. Hogyha viszont az annyira nem szezonális, akkor azt ugye tudják csökkenteni, és a két teljesen különböző témáról van szó, ezért ugye teljesen jó, hogy így külön tudják őket kezelni. Másik ilyen javaslat és bevált szokás ez a területek szerint, például ilyen utazási irodáknál ez nagyon jól tud működni, mondjuk városok és országok szerint. Például akkor városok alapján, ugye, ahogy a példa is mutatja, különböző városi panziók szerint lehet hirdetéscsoportokat létrehozni, országok szerint pedig a egyes országok, ahova éppen utazásokat kínálunk. Márkák szerint is nagyon jól lehet kampányt felépíteni. Itt is elsősorban olyan webáruházaknál érdemes ezt létrehozni, ahol mondjuk megvannak azok az adott márkák, amiket folyamatosan forgalmaznak, viszont különböző termékkategóriákkal. Most pedig akkor nézzük meg, hogyha létrehozunk egy kampányt, akkor milyen hirdetésünk fog megjelenni. Ugye valószínűleg sokan láttak már ilyen hirdetést, ilyet fogunk mi is ugye készíteni. Ennek van egy címsora, ugye az, ami a kék színű betűkkel jelenik most meg, ennek 25 karakter a maximum korlátja. Ezután ugye látunk két sort, ami maga a hirdetésszöveg, ez darabonként 35 karakter. Illetve alul látjuk a megjelenített URL-t. Ugye ez az a URL cím, ahova ha az érdeklődő rákattint a hirdetésre, akkor ide fog érkezni. Ezen kívül, amit most nem látunk, elnézést, ez is 35 karakter hosszúságú. Amit most nem látunk, de még itt fontos, ez a cél URL. Ezt is nekünk kell meghatározni, viszont ez ugye nem jelenik meg a hirdetésben, hiszen például ugye ez alapján is látszik, hogy ez egy elég hosszú és csúnya karakter együttes, úgyhogy erre senki nem kíváncsi.
az nagyon fontos, hogy itt nem feltétlenül csak a fő oldalt tudjuk meghatározni a honlapunkon. Tehát ha mondjuk visszautalva a korábbi példára mondjuk tulipánokat árulok, akkor a tulipán hirdetés csoportban én a webáruházamon belül arra az oldalra tudom irányítani az érdeklődőket, ahol már konkrétan a tulipán fajtákat látják. A hirdetés szövegénél, ugye amit az előbb láttunk, most nagyon fontos, hogy érdemes több variációt is kipróbálni. Ez főleg az elején fontos, mert ugye még akkor próbálgatjuk, hogy egyáltalán a felhasználók mit kedvelnek, melyik tetszik nekik a legjobban, mire kattintanak. És a rendszer ezt úgy csinálja, hogy először felváltva egyenletes megosztásban jeleníti meg a hirdetéseket, majd hogyha már rendelkezik elegendő statisztikával, akkor azt kezdi el leginkább megjeleníteni, amelyik a legsikeresebbnek bizonyul. Most egy nagyon egyszerű példát mutatok, például ez a Karib-hajózással foglalkozó cég ugyanarra a témára három különböző hirdetést hozott létre, és ugye ahogy ezeket elindítja, majd fogja látni, hogy melyik a legkedveltebb, és a rendszer azt fogja ugye előnyben részesíteni, amit a statisztikák alapján a megfelelőnek talál rá. Nézzük meg, hogy pontosan hol jelenhetnek meg az AdWords hirdetések. Ugye azt korábban már láttuk, hogy az organikus vagy természetes keresési találatok felett vagy mellett. Ugye felette három darab jelenhet meg. Mellette pedig 8 darab. Ezeknek a mikéntje, az pedig a későbbiekben fogom elmondani, egy nagyon hosszú és kicsit összetett minőségi számítás alapján dől el. 2011 novemberétől kezdve pedig most már alul is megjelenhetnek a hirdetések. Ez elsőre furcsának tűnhet, viszont abban az esetben, hogyha 5 darabnál kevesebb hirdető van, aki az önök témájában hirdet, akkor nem felülés oldalt, hanem felülés alul jelenik meg a hirdetés. Mielőtt ezt bevezettük, a mérnökeink elég összetett és átfogó tanulmányt végeztek arról, hogy ez valóban jól fog-e működni, de úgy találták, hogy nagyon sok ember lentről felfele kezdi a találatok ellenőrzését, ezért találták megfelelőnek, hogy akkor ezt így bevezetik. Ugye, amit az előbb említettem, hogy a hirdetés pozícióját vagy helyét mi határozza meg. Nagyon fontos tényező a minőségi mutató. Ez a minőségi mutató, ez egy több tényezőből összeálló érték. Elsősorban, tényleg csak néhányat fogok tudni megemlíteni, de elsősorban fontos ez a relevancia értéke. Fontos a kulcsszó, a hirdetésszöveg és a honlap tartalma közötti relevancia. Tehát, hogy a rendszer is lássa, hogy valóban van egy összefüggés a három között. Minél magasabb a minőségi mutató, annál magasabb pozícióban tud megjelenni a hirdetés is, és ezáltal közvetve csökkenteni tudjuk a költségeket is. Ugye ez, amit említettem, és ami még fontos, ez a CPC, ez az angol rövidítése annak, hogy a kattintásonkénti költség. Ez is befolyásolja a minőségi mutatót, és végül ezeknek egy ilyen, ez egy kicsit általános képlet, de ebből egyszerűen megérthető, hogy a pozíció hogyan is alakul ki. Ugye sokat beszéltünk arról, hogy a kattintások után fizetünk, illetve ugye az a cél, hogy ha már meg is jelenik a hirdetés, akkor valóban olyan felhasználóknak jelenjen meg, akik érdeklődnek a téma vagy a szolgáltatás iránt, és kattintsanak is rá. És ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan kövessük a kampányunk teljesítményét. Erre nagyon jó teljesítménymutatók vannak a fiókon belül, amiket hogyha követnek, akkor elég jól tudják majd tovább optimalizálni a hirdetéseket is. Ilyen a megjelenés, ugye látható, hogy egyáltalán megjelente a hirdetés, hogyha megjelent, akkor hanyadik pozícióban, hanyadik oldalon. A kattintások száma követhető
ami ugye azt mutatja, hogy ha meg is jelent, akkor hányan kattintottak rá. És van még egy olyan mutató is, amit úgy hívnak, hogy CTR, ez is egy angol rövidítés, ez az átkattintási arány. Ez ugye azt mutatja, hogy 100 kattintás, vagy 100 megjelenésből hány kattintásra került sor. Ami még nagyon fontos mutató, ez a konverzió. Az AdWords fiókon belül mindezeket a teljesítménymutatókat különféle idősávokra vagy időpontokra lebontva tudja megnézni mindenki, és ugyanígy különféle szinteken kampányok, hirdetéscsoportok, a hirdetések és a kulcsszavak szintjén is, tehát nagyon mélyreható analíziseket lehet ebből készíteni. Említettem az előbb a konverziókövetést, illetve a konverziókat. Konverziónak minősül bármilyen olyan aktivitása a weboldalon, ami értékesítés szempontjából valamilyen eredménynek minősül. Itt például olyanokat kell elképzelni, hogyha mondjuk az önök honlapján van hírlevélre való feliratkozás, vagy egy weboldal, ahol le lehet tölteni egy katalógust, vagy a bármilyen termék megvásárolása, vagy a kosárba helyezése. Ugye ezekben az esetekben mindig, ha megtörténik ez az akció, akkor a végén a felhasználó kap egy ilyen köszönöm üzenetet. Ez a konverzió követés ez úgy működik, hogy generál a rendszer egy konverzió követő kódot, amit ebbe a úgymond köszönöm oldalba tudnak beépíteni, és itt fogja mérni a különböző aktivitásokat. Egyrészt a konverziós arányt, ami azt mutatja, hogy azok a személyek, akik rákattintottak a hirdetésre, ott a honlapon, ezeknek hány százaléka jutott el a konverziós oldalig. Illetve van a konverziónkénti költség, az pedig a konverzióra jutó költséget mutatja. Egy konkrétabb példán keresztül megnézhetjük ezt, hogyha mondjuk úgy döntök, hogy 3000 forintos napi költségkerettel indítok egy kampányt. 30 forintot határozok meg max. CPC-nek, akkor ha ezt gyorsan kiszámolom, hogy akkor ez körülbelül 100 kattintásra lesz elegendő. 10%-os konverziós aránynál ez 10 eladást jelent, és hogyha mondjuk minden eladásnál egy olyan 1000 forintos hasznot számolok, akkor ez ugye a 10 eladással, a 3000 forintos befektetésem mellett, ez egy ilyen 10.000 forintos profitot jelent. Ugye ezt a 10.000 forintos profitot pedig újra be tudom fektetni, az pedig ugye már rajta múlik, hogy most esetleg az AdWords-ben szeretnék többet hirdetni, vagy a honlapot fejlesztem, de az egész ugye visszacsatolódik az egésznek az elejére. Nézzük meg, hogy milyen hirdetési formátumok vannak. Ugye mielőtt belemennék a konkrét formákba, meg szeretném említeni, hogy nem csupán a keresési hálózat létezik, hogy a keresési hálózat alatt ezt a keresési oldalt értjük, mint például a google.hu, google.com, illetve keresési partnerek. Ezen kívül van a Google Display Network, ez a display hálózat, ami azoknak a honlapoknak az összességét jelenti, amelyek szerződésben állnak a Google-el, és engedélyezik, hogy az ő felületükön megjelenjenek az AdWords hirdetések. Itt már látszik is, hogy ez a két példa, amit itt megemlítenék, ilyen például a Nőklapja Café, vagy hvg.hu, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk valaki olvas egy cikket a Nőklapja Cafén a kertépítésről, és a rendszer ugye érzékeli, hogy milyen témában olvas az illető. Előveszi azokat a hirdetőket, akiknek ebben a témában kapcsolódó kulcsszava van, és ugye a korábbi minőségi mutatókat és számokat figyelembe véve a legjobban teljesítőket megjeleníti. Ugye említettük a szöveges hirdetést, és ezt meg is néztük, hogy hogyan néz ki, ugye ki is elemeztük, hogy mi hány karakter lehet. Ezen kívül léteznek a vizuális hirdetések, vagy képes hirdetések. Ezek azok, amelyek csak a display hálózaton jelenhetnek meg. Tehát ez a google.hu-n például nem jelenik meg, viszont a szöveges hirdetés is megjelenhet a displayen. Ezen kívül vannak modulhirdetések, és vannak videóhirdetések is.
Ezekről bővebben azt hiszem egy inkább haladóbb beszélgetés során érdemes kitérni, de egyébként online nagyon sok forrás van róluk is. Végezetül azt szeretném még elmondani, hogy ha már létrehoztuk az AdWords fiókot, és elindítottuk az első kampányunkat, de bármilyen kérdésünk merül fel, akkor továbbra is itt a Google, aki nagyon szívesen segít minden felhasználónak. Létezik egy telefonos ügyfélszolgálatunk. Ez minden hétköznap délelőtt 10 és délután 2 között érhető el. A telefonszámot azt úgy tudják meglátni, vagy megtalálni, hogyha az AdWords fiókba belépve a jobb felső sarokban a sugó linkre kattintanak, és ott a kis telefonikont kikeresik. Hogyha éppen nincsen telefonos ügyfélszolgálat, ami elnézést, ezt elfelejtettem mondani, hogy az ingyenesen hívható, akkor e-mailben is nagyon szívesen segítünk. Ez ugye akkor jó, hogyha mondjuk önök nincsenek telefon közelben, vagy éppen mi nem vagyunk a vonalban. Az e-mailekre pedig 24 órán belül válaszolunk, ezt is a sugón keresztül tudják elérni. Ott különböző kategóriákat fog kérni a rendszer, hogy ugyanez a mi munkánkat segítse betémázni az e-maileket. Hogyha szeretnének proaktívan tanulmányozni az AdWords-ről, akkor van egy nagyon jó blogunk, ez az Inside AdWords Magyarország blog. Ezt szintén mi vezetjük Dublinból, és itt igazából minden legfrissebb információt egyből kirakunk, illetve érdemes visszafele is keresni korábbi bejegyzéseket, amikor optimalizációs tippeket adunk, illetve különböző elemzéseket láthatnak. Ez is egyébként elérhető a Sugón keresztül. Ugye itt ez a sokat emlegetett Sugó, ezt a Google-be keresőbe beírva is megtalálják, illetve ugye az AdWords fiók jobb felső sarkában. A Sugó egyébként gyakorlatilag ilyen cikkeket tartalmaz minden témakörben, ami az AdWords használatához szükséges. Aki esetleg kevésbé szereti az olvasgatást, és inkább a videókat szereti, annak ajánlanám ezt az online tantermet. Ez szintén elérhető mind a blogon, mind a Sugón keresztül. Itt 15-20 perces videókra kell gondolni, ami nagyon jól elmagyarázza és navigál az AdWords fiókban. Végül pedig megemlíteném az AdWords fórumot, ami egy nagyon jól kialakult közösség. Igazából ott valaki beír egy témát, hogy miben akadt el, vagy miben kéri a többiek tapasztalatát, és van olyan, hogy még mielőtt mi megválaszolnánk, valaki hirdetőtárs már megválaszolja, mert pont valami hasonló problémával küzdött és tudja a megoldást. Úgyhogy ezeket bátran használhatják, és hogyha elakadnak és személyes segítségre van szükségük, akkor talán a telefon a legegyszerűbb. Igazából ennyit gondoltam így az AdWords bevezetéséről, és ha esetleg akad kérdésük, akkor ezt szívesen megválaszolom. Bárkinek kérdése ezekről az első lépésekről, implementációról, AdWords hirdetésről? Ezúttal nem látok ezeket. Köszönjük szépen Szirágyi Andrának az előadást.